HelloSzeged365.hu family tagok. A Délvidék házban vagyunk Új-Szegeden, és nem csak Szegeden, hanem szerintem egész Magyarországon több száz év után most nyit először mozi. Sajnos mozibezárásokról hallottunk, rezsidémonról hallottunk, na de Szeged, ezért is imádjuk ezt a várost, egy különleges város, hiszen itt nyit nem is akármi, nem csak egy szimpla mozi, hanem a Kárpátia Filmszínház, és valami őrületes program lesz a mai napon, ezen kívül fontos aláírásoknál is ott lesz a Szeged365.hu family tagok, na de nem titokzatoskodom tovább, inkább menjünk be, nézzük meg. Na, bent is vagyunk, látjátok a szép szőnyeget, és akkor kicsit bekukucskálunk a moziba, ami egyébként több mint 200 férőhelyes. Tehát nem is egy ilyen picike kis mozi nyitott, hanem rögtön több mint 200 férőhelyes mozi nyitott, ahol egyébként most éppen egy koncertet fogunk látni. Itt vagyunk tehát a Kárpátia Filmszínházban, bent másodpercek múlva kezdődik az első megnyitó, ami dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr fogja ünnepélyesen megnyitni, tehát a Filmszínházat Szegeden újra mozi lesz, tehát hölgyeim és uraim. Ezen kívül már láttam, hogy a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar nagyon-nagyon hangol, mert ők egy fantasztikus koncertet fognak adni, de a legfontosabb, hogy természetesen a Szeged365.hu family tagok, azaz ti, be fogtunk kukucskálni mindjárt oda a terembe, és akkor megnézzük a különböző programokat, aztán végén pedig úgy tudom, hogy lesz egy fantasztikus ünnepélyes aláírás is, méghozzá a Szegedi Tudományegyetem és a Kárpátia Filmszínház közötti megegyezés, hiszen egy együttműködés is elindul, úgyhogy azért jó ezeket látni, lesz itt akkor edukáció, szórakoztatás, és ha minden igaz, akkor pedig olvassátok el a cikket, hiszen abban pedig megírjuk nektek, hogy Szegednek milyen új filmszínházas programokat ad a Kárpátia Filmszínház. Elkezdődött, megyünk is, gyertek! Elkezdődött az ünnepélyes megnyitó. Sikeréhez, és persze a magyar film megszerettetéséhez is. Mivel az elmúlt időszakban rengeteg mozit bezártak, ezért nagyon komoly és nagy ünnep a mai. És azért nagyon fontos kezdeményezés, ráadásul itt Szegeden, hiszen a bezárt mozik, amiknek a száma már több száz fölött van sajnos, ezek helyére olyan mozik érkeztek, amik főleg a nemzetközi vagy amerikai blockbustereket, szuperfilmeket viszik, és sajnos ezekből bármilyen nagy előfeszítést is végez a filmintézet, kiszorulnak lassan a magyar filmek. Ezért elhatároztuk, hogy amellett, hogy támogatjuk új magyar filmek és mozgóképek, ugye nem csak filmek, hanem televíziós alkotások és sorozatoknak a jött érvétre hozását, ezért azt is támogatnunk kell, hogy ezek az alkotások minél több emberhez eljussanak, és újra kell szervezni a mozi hálózatot.